Köszöntöm nézőinket! Mai kulturális híradónkban két kiállításra kalauzoljuk el Önöket. Tartsanak velünk! A Művészeti Szakközépiskola aulájában a Moholy Nagy László ipari formatervezői ösztöndíjasok munkáiból nyílt kiállítás. A tárlatot Sárkány József művészettörténész nyitotta meg. A formatervezési ösztöndíj pályázati úton nyerhető el, s eddig közel 40 fiatal kapta meg. A Művészeti Szakközépiskolában a művészeti ösztöndíjasok 3 hetes Pécsi fesztiválja keretében 3-an mutatkoznak be. A tárlaton Árvai Ágnes textíjei, Boda Péter porcelán edényei és Csille Márta kézműves alkotásai láthatók. A siklósi alkotótelep népszerűségének köszönhetően 6 éve igen intenzív kapcsolat alakult ki osztrák és hazai kerámikusok között. Pénteken délelőtt a Múzeum Galériában nyitotta meg Somogyvári Imre tiszteletbeli konzul 4 ismert és elismert osztrák művész kiállítását. A 4 osztrák keramikus művész pécsi bemutatkozása válasz arra az idén nyáron Szentpöltenben, majd Bécsben rendezett kiállításra, ahova 5 magyar alkotó kapott meghívást. Az osztrák és magyar keramikusok jó emberi és inspiráló szakmai kapcsolata a siklósi kerámia szimpóziónokon való közös részvétellel alapozódott meg már évekkel ezelőtt. Mind a 4 alkotó Ausztriában rangos, megbecsült művész, de bevallottan kiemelt szerepe volt annak is, hogy a Deforma Alapítvány által szervezett porcelán szimpózion mind a 4 alkotó része lett. A művek egy része, mint említettem, tavaly, illetve még idén is készült Pécset. Hát nem csak azért, mert könnyebb volt a szállítás, egyszerű volt Siklósról vagy Pécsről az alapítvány így raktárból behozni az anyagot, hanem azért is, mert azzal, hogy ezek a művészek eljöttek Magyarországra, itt dolgoztak együtt magyar kollégákkal, úgymond egy olyan gesztus és egy olyan kapcsolat jött létre a magyar keramikusok azon része, illetve az osztrák keramikusok azon tagjai között, akik részt vettek a szimpózionon, ami méltánylandó, és ez indokolja, hogy őket mutattuk itt be. Lilo Stammel, Gerhild Csakler Nagy, Péter Weiss és Franz Josef Altenburg kerámia, porcelán, beton egymástól és nagyban különböző alkotásai ízelítőt adnak a mai osztrák, illetve európai kerámia művészetből. A 4 művész, 4 felfogást, 4 stílust képviselő Múzeum Galéria Béli tárlata november 14-éig látható. És most néhány eseményre hívnám fel figyelmüket. A Művészeti Ösztöndíjasok első pécsi fesztiválja keretében 2 napon keresztül a Fischer Anni ösztöndíjat elnyert fiatal zenészek mutatkoznak be a Művészetek Háza Fülep Lajos termében. Hétfőn este Medgyessy Schwarz Lucia, kedden este Itz és Gergely ad koncertet. A Pécsi 3. Színházban október 19-től 2-től ismét műsorra tűzik George Kreisler Lola Blau című műzikeljét. A Moravesz Levente rendezte darabot Dévényi Ildikó játsza. Emlékeztetőül és kedvcsinálóul nézzék meg ezt a rövid kis jelenetet a darabból. Kedves nézőink, a figyelőből még megtudhatják, hogy mi volt, mi van és mi lesz a város művészeti életében. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra! We'll be right back.
A Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek.